Jó, ahogy látom, éppen napon valami vacsorához van. Szerencsém, nem tudom, maradt-e még egy pici pörkölt. A főnök ezt tudta volna, biztos nem mondja azt, hogy éljek-e helyette. Ha ennyi jó kaja van az asztalon. Kérem szépen, azért jöttem ma este ide erre a címre. Budai út 26. Komolyan? Ez a beszéde is. Jó, akkor jó helyen járok. Kicsit meg vagyok illetődve, mert helyettesítéssel tudtuk megoldani itt a hosszú étvége kapcsán. Igazából azért jöttem ma este ide, közben becsípte a kezemet a táska, mert gondoltam volt egy 50 perces előadás keretein belül szeretnék itt Magyar Posta helyi szerepét elmagyarázni önöknek. Van ebben a világban még mindig olyan személy, aki használja a levélpapírt. Azon kívül levélírásra is. Így tehát gondolom én az is, aki ezen levelet megfogalmazta, gondolatait rögzítette, csak itt láthatják, körbemutató. Ön is látott fel? Nincs. Semmi. Ugyanis a borítékon se feladó, se címzet nincsen. Na mindegy, az a lényeg, hogy azt mondta, hogy egyetlen egy útja módja van annak, hogy ezt a borítékot kézbesítsük, mert ugye minden levélnek mi a vége? Kézbesül. Na kérem szépen, ha ez a levél megtalálna a címzetjét, az lenne mindenkinek nagyon jó, ugye, és Magyarország leglelkiismeretesebb intézménye a Magyar Posta. Egyetlen egy probléma van a főnökkel, hogy ugye már nem nagyon jól lát. Az a baj, hogy én sem látok túl jól, viszont az ő szemüvegében viszont egyáltalán nem látok, ezért le is kell vennem. Viszont nem jól látok, beszélni se tudok utána, úgy a rendesen. Úr írt a hölgynek. Méghozzá annak a hölgynek, akit címzésben így írtam, hogy kedves... Melinda. Honnan tudtad? Így szól a levél. Levelet megkapod, és bátran mondhatom örömömben, össze-vissza szaladgáltam az udvaron, remek dolog arra gondolni, hogy ott az erdő szélén megbarátkozhattam vele. Jól esett megsimogatni a kis piros orcádat, majd hozzád örzsölödni a szörös pulóverethez. Én akkor ott úgy éreztem, emelkedik a farönk alattunk, amin ülünk. Örömömben nyomva megfogtam a címegye madarat is neked. Örömömben nyomva megfogtam a címegye madarat is, ezt már olvastam. Neked azóta sem volt ilyen kutya jó napom. Látom rajtad is azt a nagy örömöt, amint megláttad a falu mellett azt a nagy erdőt, gondoltál arra, hogy ott velem barátságot fogsz kötni, pedig nem is tudtad, hogy én egy nagy falusi gyerek vagyok. Szerintem te is hibás vagy benne, hogy akkor ott felcsigáztuk egymás kedélyeit, de láttam rajta, te is azt akarod, hogy nyomban megbarátkoztunk, a baj csak az volt, hogy nem akart felállni a fa, felállni a farönk, hogy magunkra adjon bennünket. Kedves Melinda, most legszívesebben rajtad felejteném a tekintetemet, de mivel messze vagy, tudod, mit teszek most? Szépen kiverem a falun együtt töltött szétnap emlékét a fejemből. Szeretettel gondolok a te kis fiatekis. Piros orcádra, és sokszor csókol a te nagy falusi barátod játszik. Nem vagy való nekem, villámlik mennydörös, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhad, felettem egy vadám. Tátongó szívében, szöges zsolt, csőrében szalmaszál, magam
ringatott, ő landul egy almafán, az Isten kertjében alma volt, mint halál. Bántott még tovább,